Tisztelettel köszöntöm Önöket. Nagyon kevés művésznek adatik meg az, hogy két országban legyen karrierje, hogy melyik fontosabb, melyik jár magasabban. Ez is egy érdekes kérdés lehet, de nyilván önmagában ez a kettősség az, ami különösen izgalmas egy olyan művésznél, aki hát a nyelvvel is dolgozik, és hát azzal a nyelvvel, ami az anyanyelve, persze mondhatnánk, hogy egy kicsikét könnyebb, a tanult nyelvvel talán nehezebb, de egyáltalán nem így van, hogy ez biztos legyen. Megjárnak tudjuk, lássuk a vendég kicsodából. Grillus Dorka, színész, rendező. Pályáját a kaposvári Csiky Gergely Színházban kezdte egy 2 éves vígszínházi gyakorlat után. Az elmúlt 2 évtizedben párhuzamosan haladt németországi és hazai karrierje. Legjelentősebb magyar filmjei az Érzékek iskolája, a Nyócker, a Félvilág, a Brazilok, a Hentes, a Kurva és a Félszemű. Szerepelt a Tetthely és a Kobra 11 című német és az Ízig vérig és az Apa tigris című magyar sorozatban. Férje szintén színész, Simon Kornél, gyermekeik Soma és Áron. Nem tudom, erre mennyire vagy háklis, hogy a gyerekek nevét kiírjuk, hogy majd később esetleg azt akarják, hogy ez ne szerepeljen. Ugye vannak, akik kifejezetten együtt szerepelnek velük, mindig mindenhol, és vannak, akik megdugják őket a világ elől, mindig mindenhol. Hát én azt gondolom, hogy neki joga van eldönteni, hogy akar szerepelni, vagy nem akar, és amíg ezt nem tudja eldönteni, addig ne szerepeljen, ne én döntsem el helyette, hogy ő akar, vagy nem akar. A Somát már kicsit nehéz visszatartani, az az igazság. Ő már kicsit meg van sértve, hogy őt például visszük a fényképre, meg őt például nem posztoljuk. Ő színész akar lenni, most már szerepelt filmekben. Ja, ő már karriert épít, bocsánat. Őnek már saját karrierje van, itt már csak másodpercek kérdése ez az egész. Tehát őt már úgy vagyok vele, hogy azt, az ő neveit kimondhatjuk. Nyilván ez egy veszélyes dolog is, mert hogyha valaki tudja, hogy hívják a gyerekedet, szóval annak azért vannak veszélyei is természetesen. Na jó, de ilyen módon akkor ez veszett fejszényele egy kicsikét, tehát apa-anya pályája megfertőzte őt is, mint hogy nálad is fertőző volt a színpadi világ. Nem tudom, hogy ez valami genetikus dolog, ami az emberben úgy annyi minden, tehát az ember, hogy látja a gyerekeket, hogy milyen dolgokat örökölnek, az annyira érdekes, hogy milyen tulajdonságokat lehet örökölni, és hogy ez a színészet is, vagy ez is nyilván benne van 0 éves korától, tehát anyukám, ugye, aki szintén rendező, azt mondta, hogy a Soma úgy színész, ahogy a Lurkó kutya. Tehát, hogy van egy ilyen, most nem akarom itt, tehát, hogy van egy ilyen, hogy így szerepel. Hogy ezt így hozta. Így szerepel, így nem tudom. Így de nyilván ebben az is benne van, hogy körülötte ez zajlik mindig. Tehát látja, hogy anya szöveget tanul, apa rohan előadásra, vagy éppen fordítva. Igen. Ti erről beszélgettek, mi volt a színházban, mi történt a forgatáson. Tehát, hogy az életének ez ugyanúgy szerves része, mint hogy iskolába megy. Persze, én is nyilván egy ilyen cirkuszi ló vagyok, tehát én is ebben nőttem föl. Hogy fellépés, koncert, színház, ez nyilván, ahogy a Péknek a gyereke megviszi tovább a Pékműhelyt, tehát hogy ez szerencsés esetben. Igen. És lesz belőle jó kifli. Na, én valami olyannal kezdtem itt, hogy neked van 2 párhuzamosan futó karriered, ez 2 karrier? Igen. Nagyon élesen is válik egymástól a kettő, az, hogy német karrier meg magyar? Szerintem igen. Szerintem a magyar emberek nem nagyon tudják, hogy mi csak Németországban, és a németek nem nagyon tudják, hogy mi csak Magyarországon. Tehát, hogy ez néha olyan, mintha lenne egy ilyen másik életem, amiben így belecsöppenek, ú, tényleg ez is az én életem, hopp, vissza, ú, ez is az én életem, de érdekes. Ilyen két kertem van, itt szaladgálok, ezt meglocsolom, ezt meglocsolom, de kevés az átfedés. Szóval vannak átfedések, most mondjuk a Kornéllal van egy közös előadásunk, az Üvegfal, Dobra is Harolta írta, és ketten játszok egy ilyen felolvasó, és ezzel megyünk Bécsbe. Ezzel voltunk Berlinben. Tehát akkor az egy olyan érdekes. Németül nem, magyarul. Tehát magyarul. A berlini magyaroknak, de ők azért tudják, hogy én ott ki. Tehát hogy az egy olyan érdekes átfedés a dolgoknak, amikor egy ilyen találkozás van. De vagy mondjuk, amikor egy magyar rendező rendez kint, és én játszhatok az ő előadásában. És akkor azt esetleg valaki kijön megnézni. De azért nagyon sok olyan dolog van, ami szerintem magyar ember életében nem látott, amit én kint csináltam, és magyar filmek természetesen, mondjuk a Dallas volt a Berlinálén, a Dallas Pasamende, de azért nem az sok... Az is 20 éve volt. Igen, azért mondom, de nem sok olyan magyar film van, tehát most játszottam az Apa tigrisben, azt nyilván Németországban nem tudja senki, vagy nem látja, vagy nem. Ez rossz érzés egyébként? Tehát, hogy tudod, hogy csináltál valami jót mondjuk Berlinben, tehát olyan, hogy oda tettem, úgy jövök, úgy jössz haza. Hát itt senki nem fogja látni úgyse. Meg úgyse iszi el senki, mert csak mesélem. Én amúgy sem nagyon jó vagyok ebben a hogyan
mit gondolnak rólam, hogyan tudom az imidzsemet, tehát nagyon nehezen tudom magamat így kívülről látni, tudod? Tehát igaziból nem nagyon érdekel ez az egész, hogy őszinte akarok lenni. És én a csinálást... Mi nem érdekel? Hát, hogy most én a csinálást szeretem, tudod? Azt szeretem, hogy megyünk és csináljuk. Aztán, hogy most az egy világsikerű film, ami eljutott Japánba, vagy nem, az nekem már olyan nagyon nem... Hogy mondjam, szóval nem tudok vele igazából mit Na de hát számít, mert majd a következő felkérésed igenis befolyásolja, hogy az előző filmet hogy szerepelt. Ebben tehát, hogy jön vagy nem jön, gondolnak rád vagy nem, sztár leszel vagy nem, vagy a rendező számára egy nyerő színésznő vagy, az azért nem mindegy. Hát nyilván neked ebben teljesen igazad van, de nekem ez a képességem ez nem nagyon erős, hogy ezen gondolkozzak, érted, hogy ezen a saját magam, hogy milyen effektet hordoz magában az, ha érted, én egy kicsit ehhez néha, mint hogyha ilyen gyagya lennék, vagy ilyen naív, vagy nem tudom, tehát hogy egy más perspektívában. Ez baj egyébként, ez hiányzik a pályádhoz? Tehát ahhoz, hogy igazán kiteljesedjen, az kellene? Hogy ezt jobban nyomd egy kicsit? Biztos, igen, nyilván lehetne jobban nyomni, meg lehetne okosabban, meg jobban pozícionálni magadat, tudod, vagy hogy jobban elhelyezni bizonyos információkat, bizonyos interjúkba. Szóval nagyon nehezen tudom, például, hogy látom, hogy vannak kolléganők, akik jól tudják mondani ezeket a dolgokat. És akkor az olyan jól hangzik, szóval hogy azt úgy figyelem, igaza van tényleg. Mekkora sztár voltam az Ó utcában ezen a héten is. Igen, igen, igen. Sokan kérdeztétek, ezért elmondom. Igen. Igen. Tömegigénynek enged. Igen. Jó, ezt persze, ezt értem, de közben neked voltak olyan mondásaid az elmúlt években, amit... Tehát amikor azt mondod, hogy nem akarsz már címlapon szerepelni, mert elég volt és nem érdekel. Ez nyilván... nem így mondtam. Na jó, de ez volt a lényege. Ez volt a lényege. Az nyilván egy felhívás arra, hogy hagyjatok békén. Nem ezt mondtam. Hanem mit mondtál? Arról beszélgettünk, hogy egyszerűen egy kor fölött a nők nem kerülnek címlapra teljesítménytől függetlenül. Tehát, hogy én 20 éves koromban azt hiszem, hogy sokkal kevesebb dologról tudtam volna beszélni, és a teljesítmény, ami mögöttem volt, az is valószínűleg kisebb volt, de sokkal több címlapon szerepeltem, mint most. Mert egyszerűen a fiatal nők szerepelnek címlapon, akármit is tesznek le az asztalra, vagy akárhogy is van ez a dolog. Ez egy másik beszélgetés lehetett, én most azon gondolkozom, hogy erre emlékszem, nem, erre nem emlékszem. Más összefüggésben erről te beszéltél már valóban, és arra érdemes is majd visszatérnünk. Hanem azt mondtad, hogy annyi ilyen volt, és annyira nem szólt semmiről, és annyira rájöttél, hogy ez téged igazából nem vonz, meg igazán nem is érdekel, hogy hány helyen szerepelsz, meg hány helyen vagy címlapon, nem emlékszel erre? Hogy különösebben nem is érdekel, hogy leszel-e. És én arra gondoltam, amikor ezt most itt felvetettem, hogy ha én szerkesztő vagyok, egy olyan színésznőt biztos nem akarok címlapra rakni, aki nem boldog. De én erre nem emlékszem, hogy én ezt mondtam volna. Meg fogom keresni, neked külön elküldöm, hogy hol nyilatkoztad. Jó, de nagyon rossz a memóriám, úgyhogy simán lehet. Jó, de az valóban úgy van, hogy amikor elkezdted a pályádat, és ebben az érzékek iskolája biztos sokat segített, mert hogy az egy ilyen nagy feltűnéskeltő film volt, akkor unosuntalan jött a dorka. Tehát, hogy mindenhol te voltál hirtelen. És az ember ugye elgondolkozik rajta, pont amit te mondtál, nem is az, hogy fiatal lányként könnyű címlapra kerülni, hanem hogy a teljesítmény az hol találkozik a címlap szereppel. Neked ezzel bajod volt? Vagy később jöttél rá, hogy ez így nem kerek? Hát én szerintem akkor így mentem az árral, és így néztem, hogy hú, mi történik. És így örültem neki, jaj, de jó, most akkor így címlapon vagyok. Hát hirtelen sztár lettél, de jó, persze. Igen, de... mi volt a kérdés? Hát hogy már akkor is tudtad, hogy ez egy ilyen talmi dolog, vagy ez kellenek évek, meg kellenek helyzetek, hogy az ember ezt ebben a szakmában megtanulja? Szerintem kellenek évek, hogy elfogadjam a saját működésemet, meg kellenek tapasztalatok, tudod, hogy megéljél bizonyos dolgokat, és akkor úgy rájöjjél, hogy mi az, ami neked fontos. Tehát, hogy tényleg nekem ez a csinálás, ez a gondolkodás, ez a hogyan lesz az a film, hogyan lesz az a szerep, hogyan lesz az az előadás, igaziból engem az hoz lázba, érted? És tök örülök, amikor ott vagyok a címlapon, és tök örülök, hogy jól nézek ki, és akkor wow, így tetszik, meg ha van egy ilyen jó styling, mit tudom én, akkor annak így örülök, de tulajdonképpen engem a másik része az sokkal jobban izgat. De az jó tulajdonképpen, mert hát
az, az a teljesítmény. Hát bizonyos helyzetben előny, bizonyos helyzetben hátrány. Tehát, hogy a teljesítmény és hogy a világ mit lát teljesítménynek, és hogy mi az, ami aztán sikeres lesz, azok külön sztorik, tehát azt is megtanulja az ember már így ennyi idő alatt, hogy van a teljesítmény, és van az, hogy azt hogy adod el. És a hogy adod el, az sokszor szinte nagyobb eredményt hoz a mai világban, mint hogy mi a teljesítmény. Ez bánt, amikor látod, hogy olyanok lesznek hirtelen színésznek nevezett sztárok, akik igazán se nem színészek, se nem tettek semmit, csak mondjuk megjelentek valami bujotárdalokban. Nem, mert az is a világ. Érted, engem tök érdekel, hogy hogy működik a világ. És ez a működés is tök érdekes, és tök érdekel, hogy az emberek mire reagálnak, és miért reagálnak arra, vagy hogy egy szerkesztő miért látja azt, vagy egy producer miért látja azt hirtelen valamiért tök érdekesnek. Tehát, hogy ez is egy ilyen működésnek a része. Érted? Azt te tudod, hogy te mitől vagy érdekes? Nyilván minden esetben egy kicsikét más, de azért nyilván van egy grillusz dorkaság. Azt nem tudom. Ez milyen érdekes, de másokon nézed. Hát igen, mert azt tudom így figyelni, hogy hogy működik, igen. Aznek engem az tök érdekel. Na ugorjunk egy nagyot a végére, most rendeztél. Hm? És hát nem akármit rendeztél, tehát elég vagány, bátor dolog az, hogy rögtön valami olyannal kezdesz, ami nem egy ilyen teljesen konform, teljesen hétköznapi, teljesen... hogy mondjam, milyen bágyat megközelítés. Jó, rendezett egyet, szerény taps, majd megnézzük a következőt. Ha nem csináltál valamit, amire oda kell figyelni. Erről szól valamiről. Nagyon köszönöm, örülök, ha így látod. Ugye a szexus az, igen, ami téged ebben a dologban izgatott. A hányféleképpen hogyan lehet megélni, és hányféleképpen hogyan nem mondjuk el, nem mondjuk ki. Biztos, hogy ez az első olyan rendezésed kellett, hogy legyen, amire érdemes odafigyelni? Tehát ezt akartad elmondani a világnak? Nem tudom. 5 éve dolgozom a Trojka társulattal. Ugye ott játszom Anna Kareninát, és csináltunk más előadást is, Sós Attila rendezővel. Ugye az Anna Karenina volt az első velük. Igen, 5 éve. Nagyon jó. És akkor ők mondták, hogy most már úgy jó lenne, hogyha rendeznék valamit, meg ott a Sós Attila rendez, és ő mondta, hogy jó lenne, hogyha még valaki, és akkor mondom, oké, én tök szívesen. És aztán egyszer csak így eszembe jutott ez hogy vannak ezek a sók, ezek a transvestita sók, ezek a bárok, ezek a kabarék, aminek ez a folytatása, ez a drag show, és akkor valahogy ez így elindult a fejemben, és akkor jött ez az ötlet, hogy beszéljünk a szexualitásról, beszélgessünk egymással, legyenek nekünk történeteink, akkor felhívtam a Závada Petit, neki ezt így elmondtam, azt gondoltam, azt mondom, hogy hagyjál békén, Dorka, de nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy tök jó, és akkor megkérdeztem, hogy ezt így leírná, vagy megírná, vagy összerakná, és mondta, hogy igen, akkor már úgy örültem, hogy fú, hát akkor lehet, hogy ezt így érdemes elkezdeni, és aztán elkezdtük csinálni, 7 színész játszik benne, elmondhatom, hogy ki? Hát, hogy az Eke Angéla, a Nagy Dóra, a Réti Adrián, az Ivanics Tamás, a Mátrai Lukács Sándor, Bárnai Péter és a Lakatos Márk. Ez utóbbi inkább divattervezőként ismert, meg műsorvezetőként, színészként kevéssé. Igen. A többiek meg trojkások. Igen, kivéve a Réti Adrián, nem igen, trojkás. Igen. De a Márkkal ismerjük egymást, 30 éve dolgozunk együtt, ilyen styling és egyéb vonalakon, és ő a trojkának a jelmeztervezője. És valahogy, amikor följött ez az ötlet, akkor így megláttam benne hirtelen a Márkot, hogy ő így milyen jól tudna ebben a dologban így egy színt. És hát isteni benne a Márk, komolyan, gyere el, nézd meg, annyira jó. Nem, hogy na, próbálom úgy kérdezni, hogy ne legyen a politika teljesen az első frontja ennek a kérdésnek. Tehát ebben az országban ma nem pont erről szokás nyíltan beszélni, sőt. Mondjuk, ha ezt Berlinben rendezett, valószínűleg sokkal kevésbé feltűnő, mint ma Budapesten. Sajnos. Ugye? Sajnos. Sajnos, hogy ez egy feltűnő dolog Budapesten. Én ezzel tulajdonképpen csak akkor szembesülök, amikor ilyen homofób nénik elkezdenek számomra értelmezhetetlen kommenteket írni valami poszt alá, hogy ő ezt a fajt nem támogatja, és így nem is értem, hogy milyen faj. Most a néni miben van? De nyilván ez mindenütt van a világon. És nyilván az, hogy ez most itt egy ilyen mondás lett, ami nem volt szándék, vagy nem azt gondoltam, hogy most mondunk egy nagyot. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy elmeséljük a mi történeteinket. És ez ennyi. Tehát nem akarjuk megmondani a tutit, csak elmeséljük, hogy velünk mik történtek az életünk során. Mindenféle szögből és mindenféle perspektívából. Az, hogy erre van, aki ráugrik, az hát kár. Te érezted, hogy ez kell bátorság?
Vagy egyáltalán nem volt semmi ilyen benned? Nem. Azt nem mondtam, hogy fű, de bátrak vagyunk. Nem. Azt éreztem, hogy ez tök érdekes, és erről beszéljünk. Mert hogy igazából nem arról szól, hogy LMBTQ meg homoszexualitás, hanem hogy minden ember más. Hát mindenféle igen. Történet. Szóval nem az volt, hogy nem most akkor az lesz a message, hogy, és akkor kiírtuk, hogy ezt akarjuk mondani, hanem elkezdtünk beszélgetni, és akkor jöttek a történetek, és abból egyszer csak összeállt egy dolog, hogy ez hova vezet ez a kis mozaik. De ez tulajdonképpen egy mozaik, tehát ez egy ilyen vidám, táncos este, ahol ilyen számok vannak, és milyen sztorikat mesélünk, és nyilván vannak olyan sztorik, amik nehezebbek, vagy amik sajnos vannak, amik azért engem is megleptek bizonyos ponton, hogy ez így van. De azért jó az előadás, mert ilyenek is vannak benne. Nyilván attól izgalmas, különösebben, tehát a teljesen hétköznapi történetek nem feltétlenül izgalmasak. Élvezted a rendezést? Nagyon. Jó dolog? Nagyon jó. Nagyon jó. Ez nagyon, szerintem szuper ez a csapat, és hát én nagyon köszönöm a bizalmukat, szóval azt mondtam, hogy nagyon hálás vagyok ezért a bizalomért, amit kaptam tőlük, és hogy így együtt mentünk ezen az úton. Azt honnan tudja az ember, hogy tud rendezni, ha nem rendezett? Hát nem tudtam. Hát azért kérdezem. Hát azért kérdezem. Ezt nem lehet tudni. Hát ez volt a jó benne, hogy vártam, hogy bejönnek az emberek, és mit szólnak. Tehát, hogy azt mondják, hogy hú, mi ez a hülyeség, hagyjátok már abba, vagy így tetszeni fog neki. Az emberek, vagy a kollégák? Az emberek. Tehát, hát az első szűrő a kolléga, aki néz rád vissza, hogy tényleg. De hát ezt mondtam nekik, hogy tök köszönöm ezt a bizalmat, hogy én azt mondtam, hogy szerintem legyen így, és azt mondták, hogy jó. És akkor így megcsináltuk, és akkor bejöttek a nézők, és az volt a második, hogy akkor most a néző azt mondja, hogy Jézusom, mi ez, és kiszalad, vagy hogy ugyanazt éli meg, amit én így megélek, amikor nézem. Tehát, hogy az én szemem az működik-e így nézők szemében is, és most úgy tűnik, hogy így működik, aminek végtelenül örülök. Ugye ott az Anna Karenina ennek a másik végpontja, hogy egy klasszikus történetet mutattok meg, és hát ezt most már 5 éve játszod. Igen. És ugye az is egy kockázatos vállalkozás, mert a klasszikusokat eljátszani, azt nagyon sokan már úgy állnak hozzá eleve, hogy hát jól, már ezerszer olvastuk, láttuk, filmen láttuk, színházban láttuk, Anna Karenina. Csináltatok valami tök mást, szinte egy szobaszínház, igen. Ott ülnek körülöttetek az igen. Emberek, és egy piciben játszátok el ezeket a nagy drámákat. Igen, mert ezek azért pici emberek között szobában játszódó hatalmas drámák, persze. Lehet ezek szerint úgy nyúlni, hogy az ma is izgalmas legyen? Hát ezek szerint lehet, mert az emberek ülnek és nevetnek és sírnak. Szóval ezek szerint lehet. És én sose gondoltam volna, hogy én Anna Karenina leszek. Nem vagy az? Klasszikusan nem vagy az? Úgy nekem úgy nem jutott volna eszembe, hogy így tükörben nézek, hogy azt mondjam, hogy Anna Karenina. Tehát Anna Karenina ez valahogy egy igen, de közben meg imádom játszani. A tükör szerint ki vagy? Inkább, mint Anna Karenina. Nem tudom, hát van egy ilyen egzotikus típusom, ami szerint szoktak, tehát azért érzékek iskolái, Csokonai Lili, Dallas Pasamende, tehát eleve nagyon sokszor a bőröm színe az, ami meghatározza a szerepeimet. Mondjuk úgy nem feltétlenül Anna Karenina, de én iszonyatosan örülök ennek. Ez a bőröd színe dolog, ez hatott a pályádra valahogyan? Persze. Hát, hogy ez meghatározott téged? Igen. Ez a film, ez még mindig nagyon, ha mondhatom, hogy rasszista, hiszen a külső iszonyatosan meghatároz, és nagyon kemény rendszerben mozog még mindig, ami most próbálunk tágítani mindenféle szempontból, tehát nagyon sok országban próbálják a diverzitást jobban behozni a filmen, tehát hogy mindenféle másságot megmerjünk mutatni a filmen is, és hogy ne csak a szabvány szerint legyen a ilyen a szép lány, ilyen a szép fiú, ilyen a külföldi, ilyen a tudod. Jó, közben ennek vannak ám zavarba ejtő pillanatai, tehát amikor a fehér színész Otellót játszik, és nincs bekenve az arca, vagy fordítva, amikor a West Side Story-t mutatják be afroamerikai énekesekkel, ugye például az opera színpadon, akkor ezekre sokszor azt mondják az emberek, hogy én nem erre jöttem, nem ezt akarom látni, mert nem így néz ki a latin, nem így néz ki az ellenfele, a másik banda, a fehérek. Hát ez most egy nagy, kérdés most így kvázi a filmiparban, hogy akkor most csak olyan koreai játszhat koreait, akit, akkor erre szokták aki koreai. Mondani. Hát mert tudod, azért a filmiparban sokszor, de erre mondják, hogy nem kell feltétlenül gyilkosnak lenned, hogy gyilkost játsszál. Tehát, hogy
hogy mi az, amit egy színész még el tud játszani, hogy milyen akcentust tudsz még megtanulni, hogy milyen viselkedésmódort tudsz még felvenni, és hol van az a határa, honnan már az nem hiteles. Ez... Te feszegetsz ilyen határokat? Volt olyan, amikor abba kényszerítettek? Hogy ilyen határokat feszeges? Hogy ez még tőlem elfogadható, ebben én hiteles tudok elni? Nem. Azt nem, hát az van egy külső szem, aki eldönti. Tehát, hogyha én kapok egy feladatot, akkor ezt megpróbálom a legjobb tudásom szerint megoldani. Nem mondasz nemet? De néha van, de úgy azért színészként ritkán, tehát nagyon érdekelnek. Nagyon érdekel mindenféle Inkább próbáljuk hívás. Meg. Aha. Igen. Csán. Valahogy furcsa módon úgy alakult, hogy te miközben jelen voltál a színpadon, mindig is, de azon közben az emberek fejében filmszínészként, vagy elsősorban úgy elrakva. Mintha ez egy külön szakma lenne, és lehet, hogy ez egy külön szakma. Ugye látunk a világon helyeket, ahol ezt külön is kezelik. Hát igen, mert Magyarországon nem olyan nagy a filmipar, hogy az egy külön társulatot el tudjon tartani kvázi. Tehát ezért nincsenek olyan külön filmszínészek. Volt egy idő, az a ma filmtársulat korszak, Garas Dezső meg Törőcsik Marin, sokan tartoztak oda. Igen, de hát azért ők is játszottak színházban. Persze. Igen, tehát hogy Magyarországon az nincs. Tehát pont a múltkor beszélgettem egy német arcú kolléganőmmel, és azt mondta, hogy azt nem tudja elképzelni, hogy este színészkedjen. Hát mondom, ilyet én még nem hallottam. Színész ilyet mondjon. Szerintem csak nappal lehet színészkedni este, nem? Csak matinét játszol. Nem, hát ő filmszínész. Ő a hétvégi színész. Ő nem játszik, tehát hogy este hétkor kezdjen színészkedni, azt nem tudja elképzelni. De hogy ez azért egy külön vonal, és én ebben a filmes vonalban indultam inkább, és én inkább ezt szerettem volna csinálni mindig is. Ezért nem vagy színháznál? Vagy azért, mert nem tudnád a kettősséget, ezt a német-magyar kettős életet élni? Nem, azért, mert nekem aztán úgy döntöttem, hogy ez lesz a prioritás, és akkor ez egy ilyen klasszikusan működő, tehát olyan színházakban tudok játszani, a Gólem színházba játszom, akkor van az Üvegfal, a Kornéllal, játszom a Trojkába. Tehát azokban a színházakban, akik ezt a szabadságot így megadják nekem. Tehát, hogyha esetleg úgy fordul a kocka, hogy mégis egy film miatt nekem el kell menni, ami egy kicsit később derül ki, akkor azt mondják, hogy menj el. Ez egy társulati életben nehezebb. Hát az egész műsort felborítod vele. Igen. Azért, de most ez így tök jól működik, hogy vannak ezek az előadások, és közben tudok menni. Üvegfal, jó, beszéljünk róla, mert most már másodszor jön szembe. Kornélia játszátok, Simon Kornélról a férjeddel, egy bántalmazó kapcsolatról szól. Szerintem egy házas pár, hogyha egy ilyet játszik együtt, még hogyha két színész is, aki professzionálisan ehhez úgy áll hozzá, ahogy kell, ez akkor sem könnyű. Mert hogy nyilván felmerülnek kérdések, nyilván meg kell beszélni dolgokat, amiket igen. Hazavisz az ember, vagy együtt indulnak próbálni, és hát közben meg kéne beszélni. Persze, de hát azt megbeszéljük. Hát pont az izgalmas. Ezt jól csináltátok? Ez volt egyébként? Hát a próbák során volt, amikor ilyen nagyon így elfáradtunk ennek az elemzésében, meg az ezen való gondolkodásban. Most már azért ez egy játék inkább. Volt idő, amikor azt vettük észre, hogy kicsit az előadásot mindig kicsit így elkezdjük így ízélni egymást, így szekírozni, piszkálgatni egymást, hogy kicsit úgy menjünk be a színpadra, hogy megy föl legyünk hergelődve. Akkor azt is így észrevettük. Az milyen jó. Igen. És aztán most már inkább olyan lett szerintem, mert már vagy játszok egy éve, tehát már nagyon sokat játszottuk. Most már inkább olyan, hogy mindig érez az ember ilyen mondatokat, amik így oda mennek így a másiknak, tudod? Csak egy mondat van, hogy történik valami aznap, és akkor egy mondatban azt, hogy beleérzem a Kornéltól, vagy mondjuk, nem tudom ezt. Tehát a napi hangulat így bekerül egy kicsit. De aztán, hogy nagyon jó kedvünk van előtte, akkor mondjuk, hogy na. Nem lesz jó. Nem leszünk elég mélyek. Igen. Nem lesz ez így, hogy annyira rögünk. De most már szóval, szerintem annyira jól, szóval már nagyon sokszor játszottuk, és nagyon jól megy, tehát nagyon sikeres, hál' Istennek, hogy... Tehát most már ezeket a nehéz pontokat, amin át kell dolgozni az embernek magát egy próba folyamat alatt, azon már túl vagyunk. Ezt is te akartad, ugye? Igen. Mint a saját rendezésedet is. Ugye az a szexről szól, ez meg, hát áttételesen ez is, mert hogy a kiváltó ok az, hogy megcsalja a férjét a feleség. Nem, ez egy... De ez ennél sokkal messzebb megy, sokkal mélyebbre megy. Nem, ez sokkal jobban szól egy bántalmazó kapcsolatról, és arról, hogy miért hagyja magát bántani az, akit bántanak, és miért bánt
az, aki, tehát ez egy bántalmazó kapcsolat történetét írja le mind a két szemszögből, hogy mit él meg az egyik, és mit él meg a másik. És ez nagyon érdekes, hogy melyik pontokon lehet elcsúszni, és hol kéne az embernek beleállni, és hol kéne valamit észrevenni, és hol nem jó az, hogy tovább megy az ember. Honnan indultunk? Én azt akartam kérdezni, csak aztán belevágtál, én meg örömmel hallgattam, azt akartam kérdezni, hogy ezek a látszólag magánügyek, mintha ezek izgatnának téged különösen. Szerintem? Tehát ezek a nem megbeszélt, nem kibeszélt, sokszor a családokon belül ott bujkáló, lappangó ügyek. Ez végül is egy pár szexualitására épp úgy igaz, mint egy bántalmazó kapcsolatra, amiről mindenki azt hiszi közben kívülről, hogy hát az mennyire király. Nem, engem nagyon érdekel az a színház, ami egy új történetet mesél el. Szóval tök jó megcsinálni, mit tudom én, a Csárdás királynőt 200-szorra. Jó, most az Anna Karenina ellen beszélsz. Látod? De én azt is azt szeretem. Azt is 200-szor csinálták már meg. Persze, azt is szeretem, de érdekel engem nagyon az a fajta színház, ami egy új történetet mesél el. Tehát az Üvegfalba is az érdekelt, hogy ez egy történet 2023-ban itt Budapesten önmagunktól önmagunknak, érted? Ez egy történet, ami itt jutott eszébe valakinek. Nem lehetne máshol? 87-ben, mit tudom, Bostonban? Szerintem vannak benne olyan ízek, ami most van a levegőben. Ez az egész téma szerintem most van a levegőben, hogy mi nők nem az a fő erény, hogy tartsd össze a családot és bírd ki, akármi történik otthon, az a négy fal között oldjuk meg. Hanem... Jó az, hogy mindig megbocsájt, hogy a sláger mondja. Borzasztó. Borzasztó, tényleg. Tehát szerintem most jutottunk el oda mi nők, hogy azt mondjuk, hogy figyelj, nem biztos, hogy ez a cél. És nem biztos, hogy az a cél, hogy ezt ad tovább a gyerekednek. Hogy egy bántalmazó kapcsolatban éljen, és ez a minta legyen meg neki, és ez szerint ő is csinálja tovább. És szerintem ezért most itt, én nagyon szeretem, hogy ez elindul egy kommunikáció, és az előadás után látom, hogy az emberek beszélnek tovább. És nyilván a Sex Machine-ban is ez egy izgalmas dolog, hogy olyan dolgokat mondunk, amit mi mondunk most itt neked. És aztán lehet róla ugyanúgy beszélni, mert hogy persze. Jó esetben párok nézik, és van mit megbeszélni utána. Az, hogy a bántalmazó kapcsolatról szól ez, és hogy egy olyan szakmában dolgozol, ahol a bántalmazás evidenciának számított, vagy legalábbis most úgy tekintünk erre a szakmára, mert volt ez a MeToo ügy, mint hogyha az a világ legtermészetesebb dolga lenne. Ez benned valahol összeér? Nem csak a mi szakmánkban, szerintem ez minden szakmában van. Ez nyilván így van. Nyilván a főorvos is ugyanezt csinálja. Csak arról még kevésbé beszélnek. Az ápolónővel, csak ott lehet, hogy nem merik. Hát meg a főnök titkárnő, ez ugye legendás. Igen, csak ott lehet, hogy nem merik, vagy nem kerül így elő, vagy nem berekkora hullámokat, hogyha előállnak vele. De hát ez is egy nagyon aktuális téma most, amiről kezdünk beszélni, hogy hol a határ, érted, hogy az a rendező iskola, ami arra épül, hogy ordítunk, és megfélemlítjük a társulatot, az, köszi, nem, tehát nem kell ordítani, én úgyis meg tudom csinálni, nem ordítasz. Volt ilyen? Te pályádon is? Aki ordított? Persze. De hát ez most is vannak emberek, akik ezt nevetve és büszkén vállalják, hogy ők ordítanak. Tehát, hogy ez a fajta kommunikáció szerintem azért elég mélyen van még bennünk, és azért nagyon sok tanulás lesz, mire ez úgy eltűnik. Te mertél felállni valaha amiatt, hogy veled ilyen stílusban-e? Én nem vagyok egy konfrontálódó. És volt körülötted olyan, aki ezt megmerte tenni? Vagy alapvetően ilyenkor mindenki megpróbál túlélni? Én hallottam már olyat, aki azt mondta, hogy te velem így nem beszélsz, meg, de nyilván attól is függ, hogy mennyire vagy kiszolgáltatva annak az embernek, hogy mennyire respektálod azt az embert, hogy mennyire gondolod azt, hogy oké, most így elszakadt a cérna, hiszen mondjuk az is egy emberi dolog, hogy az embernél néha elszakad a cérna, de azért alapvetően ő tisztelettel beszél velem. Tehát, hogy ezek ilyen nehéz kérdések, tudod, hogy hol kezdődik az a fajta abúzus, ami már túlmegy minden határon, és hát, hogy ennek milyen következménye van, ugye fölállt a Vixiász féltársulata. Na, és akkor most mi van, semmi? Semmi? Szóval, nem tudom, lehet, hogy vannak rendezők, akik elgondolkoznak rajta, hogy mielőtt elkezd ordítani, eszébe jut, hogy talán még se kéne. Akit megbélyegeztek neki, megbélyegzettnek, kellene maradnia? Ugye, ha már a Víg Színházat említed, ott azért adja magát a kérdés. Hogy van-e megbocsátás? Igen.
Szerintem bocsánatot lehet kérni, és akkor meg lehet bocsájtani. Tehát, hogyha valaki belátja azt, hogy ez nem oké. De nyilván azt is látom, hogy van az a generáció, aki nem tudja megérteni, hogy ez miért nem oké. Tehát nem úgy szocializálódtak, érted? Tehát azok az emberek, akik ezt tanulták a főiskolán, érted? Még a mi időnkben is volt olyan tanár, aki le kellett vetközni a diákoknak, meg szóval, hogy ez a fajta ilyen... De miért kellett levetközni? Nyilván volt egy magyarázat. Persze. És az is igaz, nagyon művészi lehetett az a magyarázat. Hogy bizonyos, hogy mondjam, bizonyos szinten megtanulni magadat a határaidon túltolni, tudod? Szóval, hogy ez egy... De ahhoz le kell vetközni? Nem tudom a válaszokat, megint csak kérdéseket tudok feltenni. Nem tudom megmondani a tutit továbbra se. Csak el tudom mondani, hogy én miket tapasztaltam, vagy miket éltem meg. És az, hogy neked le kellett vetközni a főiskolán, az például segített a te pályádon bármit is, amikor mondjuk egy rendező egy filmen azt mondta, hogy vetköz? Hát most már van ugye intimacy coordinator, tehát vannak ilyen intim jelenetekhez koordinátorok, ma már ez egy sokkal professzionálisabban kezel dolog, mint akkor volt, mert akkor annyi volt, hogy akkor levetkőzzünk. És mivel nekem ez privát, sose okozott problémát, sose volt semmi problémám a testemmel, ezzel kicsit úgy voltam, mint az összes többi dologgal, hogy a következményén valahogy nem tudtam gondolkozni, hogy most mit jelent, ha én levetkőzöm, akkor azt most ki mit fog hozzászólni. Szóval ezt így nem tudtam így, akkor most az én imidzsemnek az jót tesz, vagy nem tesz jót. Szóval még nem is voltam abban a helyzetben, elsős főiskolásként az ember halál boldog, hogy kap egy főszerepet, és mindegy, mit kell csinálni. Mit kell csinálni, hadd legyek én a főszereplő. Igen. És az senki nem volt például elsős főiskolás körülben, aki azt mondta volna, hogy te Dorka, figyelj, ez meg azt jelenti, ez majd így fog külön életet élni ez a felvétel, így kerülsz a bulvár sajtóba, így fognak csak azzal foglalkozni, hogy te levetkőztél. Senki nem volt, aki szóljon, hogy óvatosan. Hát nyilván Benedek Miklós volt az osztályfőnököm, vele beszélgettem erről a dologról, hogy akkor mi szól ellene, mi szól mellette. De hát nyilván csomó dolog szólt mellette, hiszen te is most azzal kezdted, hogy milyen híres lettem ezzel a filmmel. Megéri? Már hogy érted? Híresnek lenni bármi áron? Egy elsősnek mondjuk, egy főiskolán? Nem tudom, mi lett volna, ha. Tehát nem tudom, mi lett volna, hogyha ezt a filmet nem csinálom meg. Nincs ellenpróba, tudod. Nem tudjuk megnézni, mi lett volna, hogyha én mindig, amikor azt mondják, hogy most vegyem le izémet, én azt mondom, hogy nem. Mi lett volna? Nem tudom. Olyan volt, hogy azt mondta a rendező, hogy ha nem, akkor nem. Akkor köszönjük szépen, nem kéri. Hát nyilván az érzékek iskolában hát szóltam, hogy már pedig nem lehet. Akkor azt mondták, hogy köszönjük, akkor nem kérjük. Igen. Az mondjuk egy adott helyzet volt, és az összes többi esetben, amikor valamilyen kérés érkezett. Hát nézd, ez egy rendezőnek a döntése, hogy ő szeretne egy emberi testet látni. Én azt nem mondhatom, hogy miért. Te ő azt szeretné látni. Miért érezheted úgy, hogy ez tökön célú? Tehát egyszerűen csak azt akarja, hogy levetkőzzek. Na jó, de az az ő döntése. Érted, én egy színész vagyok, aki azt mondta, hogy köszönöm, nem kérem ezt a szerepet, vagy megcsinálom. De az, hogy az ő koncepciója az miért ez, azt azért nekem nincs jogom megkérdőjelezni. Az milyen érdekes. Na ez az, ami olyan gyakran foglalkoztatja szerintem az embereket, hogyha a színházról, a vetkőzésről, az abúzusról és ezeknek a határairól beszélgetünk, pont az, amit most elmondtál. Tehát, hogy van az a fajta helyzet, ami abúzus, és van az a fajta helyzet, ami rendezői koncepció, és a kettő között azt a határt, azt igazából csak ti érzitek ott a színpadon. Igen, és ez nagyon könnyen átmosható természetesen, meg félre magyarázható, tehát nagyon sokszor belefut az ember abba, hogy aztán a társulat azt a színészt hibáztatja, aki, tehát ez az áldozat hibáztatás, ez nagyon gyorsan elindul, hogy most mit jövjön neki, most nem jó, hogy izé. Tehát ezért is szerintem nehéz így kinyitni a szánkat. Meg megkérdezhetem, hogy te miért gondolod, hogy abban jelentben le kell nekem vetkőzni, és akkor ő mondott egy magyarázatot, és jó esetben ebből elindul egy értelmes párbeszéd. Például az érzékek iskolában volt egy jelent, akkor azt mondtam, hogy én most már nem vetkőzöm le, megnézheted, ha akarod. Mert ott még nem volt intimacy koordináció, hanem amikor az András mondta, hogy na, akkor itt most vedd le izé, akkor levettem, és akkor volt egy, nyilván már fáradt voltam, hogy nem tudom, mondtam, hogy most már én nem vetkőzöm ebben a jelenetben, és van egy jelenet, ahol én háttal ülök, és a drága Kaszács Attila azt mondta, hogy jó, akkor most én mutatom meg a seggemet. És abban a jelenetben Attila így lekapja hátulról a törölközőt, és akkor látod a seggemet.
Ilyen szinten folytam. Ennyit a rendezvény koncepcióról egyébként. Ilyen szinten folytam az intimiszi koordinálása. Igen. Szóval... Nem voltak még akkor ennyire átgondolva ezek a dolgok, hogy én akkor egy storyboardot kérjek, hogy melyik jelenetben gondolod, hogy melyik testrészemet kell megmutatni. Nyilván ez egy másfajta művészi attitűd is, egy másfajta művészi munka, ahol a spontaneitásnak van egy esélye, hogy működjön. Ami szerintem, tehát én szerettem a filmben, amikor úgy tudnak történni a dolgok, hogy a rendező most is forgatok egy filmet, és akkor volt egy jelenet, ami úgy volt a forgatókönyv, hogy én pakolok egy izét nagy dühösen, és azt mondta, hogy nem, szeretném, hogy egy napos réten feküdjetek, és te úgy mondd el azt, hogy te elmész a háborúba, és lelövöd a németeket, hogy közben süt a nap, és fekszel a réten. Isteni lett. De nem így volt a forgatókönyvben, hanem neki az ott azt mondta, hogy legyen így. És akkor sokkal, tehát hogy ez azért jó, hogyha ott még van lehetőség, bármi történjen. Nem dolgozta Jancsó Miklóssal? Sajnos nem. Pedig igen. Hát ő így működött. Ez a mi legyen gyerekek? Hát nyilván ez a TV sorozatgyártás, ez már nem efele megy a világ, hanem mindenki kockára, főleg, hogy azt utólag akarják még rátenni, nem tudom, micsodát tudod a szörnyet, akkor ott nem lehet, hogy majd vagy ideál, vagy oda a színész, tehát ott biztos, hogy nagyon pontosan. Persze, be van jelölve, hogy hol kell megállni, és nyilván. Hol mondod, igen, és tehát ez egy másfajta iskola, meg egyfajta filmben lehet ezt csinálni. Mondd, németeknél nagyon más világba csöppentél, amikor elkezdtél ott forgatni? Tehát a németek színész kezelése, a bánásmód, intimissimi koordinátor. Maradjunk már ennél. Meg úgy egyáltalán. Intimitás koordinátor. Igen. Így mondjuk magyarul. Így. Magyarul. Így sincs teljesen magyarul, de jól van. Szóval, hogy ez egy nagyon más világ volt? Hát tehát a filmvilág, ott vannak filmszínészek, és nyilván van ez az egész emancipáció, vagy előre haladottabb stádiumban van, mint nálunk, és a színésznőknek is. Tehát emlékszem, hogy volt olyan, hogy egy nálam szerintem 15 évvel fiatalabb kolléganő, álltunk a szedbe, és azt mondta, hogy jó, de én ezt nem értem, hogy ez a mondat, amikor ezt mondom, azt miért így mondom. És utána én azt nem gondolom, hogy az úgy lenne, hogyha én azt mondom, hogy... És így beszélt, és én éreztem, hogy nekem a gyomrom az így csinál. Tehát, hogy én azt éreztem, hogy hú, ez most tök ciki, hogy ez a fiatal csaj itt így ennyit beszél. Hogy okoskodik. Azt éreztem, hogy ez így nem lesz, tehát hogy ez így nem lesz jó. És akkor jöttem rá, hogy te hülye vagy, Dorka? Tehát, hogy miért lenne oké? És természetesen tök aranyosan mondta neki, hogy mire gondolsz, hogy érted, hogy gondolod, igen. Tehát, hogy nyilván... Mert hogy itt az volt, hogy te ne gondolkozz? Hát én megkaptam azt, volt olyan rendező, aki nekem azt mondta, hogy te ne gondolkozz. Nem az a dolgod. Nem az a dolgod, igen, hogy bementem reggel, hogy azon gondolkoztam, és azt mondta, hogy Dorka, te ne gondolkozz. És akkor az ember kicsit ezt a világot úgy magáévá teszi, hogy én aranyos vagyok, nem gondolkozom. És ott is az tök furcsa helyzet volt, hogy miért gondolod azt, hogy ez nem oké. Tehát hogy nyilván én sokat tanultam, meg sok mindent máshogy láttam egyszer csak bizonyos helyzetekben. Akkor az is furcsa volt, hogy ott, és az is furcsa volt, hogy visszajöttél ugyanabba, amiből kiszakadtál. Mert hogy már láttad, hogy lehet ez máshogy is. Hát nyilván én valami köztes furcsa világban vagyok, én már mindenhol furcsa vagyok, ott is furcsa vagyok, mert ott jövök a nejlonzacskommal. Tehát ez, hogy mi így isszuk ebből a műanyag palackból a vizet, az furcsa. Tehát érted, hogy nincs itt egy pohár. De ezt tudod mióta van? Ez a Covid óta van. Előtte mindig pohár volt. Hogy nincs egy pohár, meg hogy ez a PET palack, mert tök ciki, mert a világ szempontjából ez tök ciki, hogy ezt mi ide kirakjuk. Tehát most bejöttem, és így megakadt a szemem ezen a PET palackon, hogy ezt most így ki fogjuk ide rakni magunk elé az asztalra. Átgondoltam, hogy kérjek egy poharat, hogy csak a pohárban legyen a víz. Aztán rájöttem, hogy nem, az tök ellenszenves, hogy itt előállok a stúdióban magyarázni, hogy inkább egy pohár legyen az asztalon. Nem. Ez egyébként azóta van, amióta kitört a járvány, és akkor az volt, hogy senki nem nyúlhat semmi, az ugye lefertőtlenített üvegeket raktunk mindenki elő, csak ő nyúlhat hozzá, csak ő érinti, és azt ez valahogy így maradt. Hogy ez így biztonságos, ez valahogy így maradt. Jó, de azért mondom neked, hogy én állandóan egy kettős izében vagyok, mert tudom, hogy Németországban elképzelhetetlen lenne, hogy egy tévéműsorban álljon előttem egy PET palack, vagy előtted egy olyan ember előtt, mint te, egy PET palack álljon az asztalon, érted? Meg teljesen. Teljesen. De hogy itt is vannak dolgok, ami meg ott elképzelhetetlen, és akkor
az itteni szemem ott bekapcsol, és akkor azt mondom, hogy fú, azért ez nagyon furcsa, ne haragudj, ti nagyon furcsák vagytok, és fordítva. De mondja, akkor mondja erre is egy példát, tehát mi az, ami nálunk sokkal jobb? Leszállsz a müncheni repülőtéren, és árulnak egy táskát, nem tudom. Annyi pénzért, amennyi pénzért Magyarországon ember nem venne táskát, érted? Abban azért ne legyél biztos. Hát nem, ennyi bolt, ennyi táskát nem tudna eladni, érted? És állsz, és azt érzed, hogy azért ez durva. Érted, Afrikában gyerekek halnak éhen. Most ennyi pénzért fogunk táskát venni, de közben ahhoz képest, hogy Afrikában gyerekek halnak éhen, ahogy mi élünk, már az is totál abszurd. Ez az élet. Hát és nincs van, víz, és akkor most merjek-e inni, vagy nem merjek? Igen. Érted? Egyébként mindjárt iszom is. Ha már ezt is szóba hoztad. Annyit beszélünk a vízről, meg a petpalackról. Az, hogy Németországban neked sikerült, azt ezt ki lehet mondani. Az Magyarországon, a szakmában neked ártott? Szerintem nincs olyan sikerült. Nincs? Nincs, az út van. Út van, de nincs végállomás. Jó, akkor megtaláltad az utat, ami lehet menni. Ezt így talán akkor jobban megyek egy úton, és ahol kapok szerepet, aztán megint harc, akkor megint itthon nem kapok, akkor megint. Tehát, hogy de itthon ugyanúgy kapsz attól, mert neked Németországban van? Tehát én arra gondoltam most ezzel a kérdéssel, hogy ismerjük magunkat. Tehát azt tudjuk, hogy messzire jött ember azt mondom, mint akár először, és senki nem fogja neked elhinni, hogy neked van filmed Németországban. Itt kezdődött a szakmában. Aztán, amikor már tudják, hogy van, na jó, hát akkor a Lorkának nincs rá úgysem szüksége, ő Németországban forgat állandóan. És akkor ezt így lehet hosszan végig gombolni az elmúlt 20 évben, amióta te Németországban rendszeresen forgatsz, érte téged, amiatt Magyarországon szakmai kár? Nem tudom. Nem tudom, mert nem szólnak, hogy egyébként hívtunk volna, de most azért nem hívunk, mert Németországban forgatsz. Teljesen illogikus, amit kérdeztem? Nem, csak nem tudok rá válaszolni. Nem tudom, mi lett volna, hogyha én úgy éreztem, hogy nekem az adott egy kilépést ebből a szerepkörből, amivel az érzékek iskolájába beleástam. Ez skatúja lett? Hát igen, ez a vetkőzős cigánylány, nem tudom, ez egy ilyen skatúja lett, amiben bele szűkültem, és nagyon nehezen tudtam már ezen kívül kommunikálni. És úgy éreztem, hogy az a másik rendszer, az valahogy kiléptetett ebből, és ebből tudtam aztán. És én azt hiszem, hogy az első olyan filmem a Weekend volt, a Mátyási Áron, ami egy ügyvédnő és egy egészen más típusú karakter volt aztán, ahol nem az volt, hogy Dorka, te csak ne gondolkozzál, hanem egy más típusú nőt tudtam játszani. Nem ilyen szimpatikus nő. Hát jó, ez egy nagyon nagy baj a filmekkel egyébként, kimondtad, hogy a gondolkodó nő az nem szimpatikus. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy probléma. Jó, ő nem attól nem volt elsősorban szimpatikus, meg gondolkodott, mint tudjuk. Nagyon kevés olyan női karakter van. Nézzék meg a filmet egyébként, érdemes, remek. De nagyon szeretném, ha készülnének olyan filmek, amiben gondolkodó, sikeres nők szimpatikusak lennének. Azok érdekesek lennének azok a filmek? Nagyon, igen. Nagyon érdekesek lennének. Amiben lennének esetleg olyan korombeli, sikeres, gondolkodó nők, akik nem ellenszenvesek, hanem esetleg az ő történetüket mesélnek. Milyenek? Na, tessék, akkor itt álljunk meg. Milyennek látod a korombeli, sikeres, gondolkodó nőket? Nagyon érdekesnek látom őket. Nagyon érdekesnek látom az első, másod generációs, emancipált, önálló, rengeteg kérdést felvet szerintem a mi működésünk a világban, hogy hol van a határ és hol van, amit még mi se veszünk észre, hogy ez a határ, ezen már rég túl kéne menni, de még nem vettem észre, jó, ott is lehetne. Vannak sorompók előttetek? Persze, vannak. De ezek nemi típusú sorompók, vagy az ageizmus, tehát, hogy egy középkorú ember, nő vagy férfi, már mi nem? De nem, azért ez nem így van, mert egy középkorú férfi az még bőven. Most egy középkorú nő már nem? Igen, a középkorú nő már nem annyira. A színészként ez ilyen nagy, szintén egy nagy téma most így a világban, hogy a 40 pluszos nők kimennek a filmvászonról, és hogy ez miért van így. Tehát, de azért Meryl Streepek egész jól megtalálják a helyüket. A saját maguk által producelt filmben, azokban a filmekben, amit ők csinálnak maguknak. Ez milyen érdekes. Akarsz egy jó szerepet, csinálj magadnak egy filmet. Egyébként az is érdekes, szóval ez is tök jó kihívás, meg tök érdekes dolog. De mit akartam? Ja igen, tehát ugye erre is vannak ilyen kutatások, hogy a társadalom egy negyede, ugye a 40 fölötti, 50 fölötti nők eltűnnek a filmekről. És hogy miért nem tudunk kicsit több fókuszt rájuk is helyezni.
És a magyarázatát is érted? Hogy ez miért van így? Igen, ez egy férfiak által kreált világ, amiben a férfiak, tehát a férfi és a nő közti korkülönbség az életben 2 év, a filmen 15. Tehát a férfiaknak valahogy ezt tetszik, hogy egy idős férfi egy fiatal nővel van. És ezt a világot akarják így látni. És nyilván most már jönnek a nők, a női történetekkel, a női filmekkel, és akkor talán egy másik perspektívából is tudunk beszélgetni. Ez neked személyes is? Tehát érzed a saját pályádon is, hogy most ezzel van valami gond? Azt hogy érzem, a középkorú nő nem kap annyit? Más típusú, tehát nagyon más típusú szerepek találnak meg. Tehát azt érzem, hogy nincs is olyan casting, ami olyan film, hogy az én történetem. Tehát, hogy a nagyon kevés a 40-es, 50-es főszerep nő. Tehát vannak szerepek, de azok ezek a kisebbek. Tehát régen azért mindig voltak castingok, ahol egy főszerepre voltam castingolva, most nagyon ritkán. Sőt, szinte az utóbbi időben nem is volt olyan. Mire castingoltak utoljára főszerepre? Nem is a film, nem a címe érdekes, hanem hogy az milyen szerep volt. Emlékszel még rá? Jó, most castingoltak egyre, igaz. Na, de tessék. Nem kaptam meg. Szerintem egy nálam 10 évvel fiatalabb kapta meg. Meg fogom nézni. Felháborító. Meg fogom nézni, de ez is egy érdekes tendencia. Azért lehetett? Tehát, hogy egy fiatalabb játszon egy idősebb nőt? Hát persze. Vagy te lettél volna fiatalabb a korodnál? Nem, szerintem sokszor azt mondják, hogy jó, nézzük meg, és akkor megnézzünk egy 30-ast, egy 40-est, meg egy 50-est, na jó, a 30-as passzol a legjobban. De sokszor szerintem nekik sincs a fejükben az, hogy azért, mert a fiatal nőt akarjuk látni a filmen, azért választjuk a 30-ast. Mert szebb? Nyilván szebb, hát egy fiatalság a szép. Tehát nyilván én is látom, hogy a gyerekeim milyen szépek. Hát, igen, ráadásul de nyilván a gyerekeink film... mindig gyönyörűek, hát ez nem kérdés. Igen, de a film nem, nyilván nem csak erről kéne szóljon, tudod? Tehát nem csak ez az egyetlen funkciója, hogy egy szép fiatal lányt lássál benne. Vagy egy szép fiatal fiút. De, na ez egy fura mondat, ezt majd megpróbálom jól is megfogalmazni egyszer, most még nem megy. Te mindig is szép voltál, most is az vagy. Köszönöm szépen. De ezzel neked volt dolgod? Uh-huh. Nem tudtam bele mit kezdeni egyáltalán. Igen, tehát nyilván az is, hogy anyukám, ő egy rendezőnő, beszéltünk már róla, ő azt mondta, hogy ő nem akarja, hogy én ezzel azonosítsam csak magamat. Tehát ugye nem akarja, hogy én a szépségemmel azonosítsam magam, mert a szépség a gyötrelmek kezdete, írta Rilke. Tehát, hogy nagyon sok szép nő, aki a szépségéből él, az nagyon boldogtalan lesz, amikor ez elmúlik. Hiszen ez elmúlik. És talán ezért a mama ezt abszolút így lezárta, ezt a témát, szóval nekem úgy nem mondták, hogy jaj, de szép vagy, ez úgy nem volt, és ezért, amikor ezt úgy elkezdték mondani, hogy de szép vagy, akkor úgy nem is tudtam vele egyáltalán mit. De ez már gyerekként is így volt anyukád fejében, hogy nem mondjuk a gyereknek, hogy szép, hanem hogy elhiggye? Igen, emlékszem, hogy egyszer voltunk színházban, jaj. És a barátnél mondta, hogy jaj, de szép ez a kislány, és azt mondta anyukám, hogy nem mond neki. Nem szép, hanem okos. Nem, hát ő nem azt mondta, hogy nem szép, hanem okos, de hogy ő azt mondta, hogy nem akarja, hogy ez legyen az én életem fő. De és mindig elmondta, hogy a szépség az valuta, amivel lehet kereskedni, de hogy nem, én látom, és ez így van, tehát látom azt, hogy nők, akik megőrülnek, amikor elkezdenek öregedni, és már nem az van, hogy... Jó, hát egy színésznőnek meg különösen, tehát egy darabig ez nyilván vissza a pályán, és akkor az ember azt hiheti könnyen, hogy az örökké tart, és amikor elkezd már nem tartani, akkor megjön a szörnyű pánik, hogy úristen, mi lesz velem? Hát ez végül hát az is valahol érthető. Egyébként is nehéz, mert mint ahogy az előbb elmondtam, szerepkörökkel is nehéz ez így, persze. Megszűnnek a szerepek, tehát igen. Ha szép vagy, ha nem vagy szép. Egyszer csak és eltűnik. Ha szép voltál, még rosszabb a helyzet, ez tök világos. Szörnyű. Igen. Szóval, hogy ő, és a múltkor tök, tehát valaki írt valamit, hogy jaj, de hízzél szép, és akkor visszaküldtem egy amerikai írt valamit, hogy jaj, jó szó, nem tudom micsoda, és akkor visszaküldtem neki egy ilyen elpirulósat. És akkor valamit írt, hogy ha-ha-ha, nem pirulhatsz el, hiszen ez a munkaeszközöd, vagy nem pirulhatsz el azon, ami a szakmád. Érdekes. Azt hiszem, ezt írta. Hogy pirulhatnál el azon, ami a szakmád? És akkor is így elgondolkoztam, hogy hát igazából végülis ez a szakmám, ezt árulom, ezt teszem ki a de nem. Social médiában, ez vagyok de ez, én. De ez akkor... milyen csalóka? Tehát persze a szépség is relatíve mindenkinek más a szép, de Sulyok Mária.
mekkora színész volt, sose volt szép nő szerintem. Hogy mondjak egy példát. De talán Meryl Streep se volt minden idők leggyönyörűbb színésznője. Igen. Tehát, hogy az arcoddal dolgozol, de nem a szépségeddel. Igen. Igen, de ez szerintem, tehát lehet ezt így valahogy, szóval nyilván ez nekem már nem lesz egy ilyen evidencia, vagy nem tudom, de lehet ezt valahogy úgy a helyén kezelni, hogy igen, köszönöm. Tehát, hogy megköszönni, mondjuk, és nem azt mondani, hogy jaj, ne mondjad, jaj, nem is, tudod? Hanem úgy azt mondani, hogy köszönöm. Az, hogy Kornélral így megtaláltátok egymást, az a szakmában neked segít? Az egy támasz a szakmában? Vagy egyébként nem feltétlenül jelenti ez azt, hogy két színész együtt él, hogy akkor ők egymásnak egy-egy oszlop is? Hát egy támasz az életben, és nyilván... Az mondjuk világos, persze. Igen, nyilván ezáltal a szakmában is. Nyilván mi egy ilyen nagy tükrei vagyunk egymásnak, szóval nagyon rárezonálunk egymásra, és nagyon gyorsan tudunk tükröt tartani, igen. Tehát szakmában is úgy nagyon... Tehát nem az van, hogy mindenre, ez szuper. De jó voltál ma este is. Igen. Jó, de közben meg azért annak van kockázata, ha megmondod az igazat. Tehát, hogy az rosszul tud esni a másiknak. Jó, de most már szerintem megtanultuk, tehát 13 év alatt azért megtanultuk, hogy kell mondani, mikor kell mondani. Ez nem az a pillanat. Igen, most nem mondjánk semmit. Szoktátok érezni, amikor nem megy? Micsoda? Azt minden színész érzi mindig? Nem is, inkább az talán, amikor, hát tudod, szabadúszók vagyunk mind a ketten, tehát kiszámíthatatlan, hogy mikor jön egyszerre mind a kettőnknek, és akkor mikor vagyunk mind a ketten éppen, és akkor tudod, amikor jó lenne valaki, egy ilyen feleség, aki így támogat minket. Egy közös feleség. Egy közös feleség. Leránt a földre. Igen. Úgy akkor elintéz mindent. Amikor közöttük. Mind a ketten szárnyaltok a pályán, akkor ki van a gyerekekkel? Hát mindig meg kell oldani valahogy, tudod, tehát hogy mindig, szerencsére mindig megoldódik. De most én például holnap elmegyek két napra, és akkor már mondtam ma reggel a Kornélnak, hogy Korci, akkor gondoljuk még egyszer át, hogy akkor mikor szeretné hova menni, hogy mikor kell hívni valakit, mikor kell, hogy legyen. És a gyereknek valaki. Meg legyen az uzsonna, ezeket mennyire tudja? Kicsoda? Kornél. Hogy mi a gyerekekkel a teendő? Hát azért tudja. Nem, tudja, hát tényleg tudja. Hát nyilván vannak ilyen leosztások, hogy elromlik a mosogatógép, tehát hogy valahogy ez úgy kialakult közöttünk, hogy ő ezeket a klasszikus szerepeket egy kicsit úgy visszük még tovább. Tehát ő is elmosogat, de ha elromlik a mosogatógép, azt nyilván ő jobban tudja megjavítani, mint Korci, a mosogató! És én megnézem, hogy mi van még kaja, mit kell venni, mit kell főzni, nem tudom, tehát hogy ezek egy kicsit úgy le vannak osztva, de hát a többi az mind, aki éppen ráért, csinálja meg. Boldog nagy család? Igen. Teljes zűrzavarban? Teljes zűrzavarban, igen. És a pályád boldog pálya? Teljes zűrzavarban? Igen, teljes zűrzavarban, és mint mondtad, ez a rendezés, ez most engem annyira boldogát tett, hogy ezt nagyon szeretem. Tudod már, mi a következő? Milyen szempont? Hát most megyek holnap, tudós nőt fogok játszani, az nagyon jó lesz, és aztán egy francia film, ami itt van Magyarországon. És rendezni mit fogsz? Valószínűleg jövőre fogok megint így a trojkásokkal, de még meglátjuk. Jó, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Örülök. Én is. És köszönöm. Grílusz Dorka volt a vendégünk. Nézzék továbbra is a húzósokat, megtisztelnek vele. Köszönöm, viszontlátásra.